most már kell egy bukhol. Sziasztok! Annyi könyvem összegyűlt, hogy úgy döntöttem, hogy csinálok nektek egy eddigi 2017-es nagy bukhol videót, tehát, hogy mit vettem 2017-ben. Úgyhogy ez a hatalmas tót gyors vágtával most jöjjön. És kicsit cselesen nem látjátok, hogy mi, szóval így nem tudtok elmenekülni. Na jó, szóval az első könyv, Daniela Pécstől, a Dorotinak meg kell halnia. Én nem szeretem az Óza csodák csodáját, úgyhogy amikor megláttam ennek a könyvnek a borítóját, Patriknak a videójában így, na ez nekem kell. Következő! Onsai, Eső vagy. Ez egy novellás kötet onsai történeteiből összeállítva, és vannak benne nagyon szép illusztrációk, nagyon mondjuk ez pont nem szép, de az a lényeg, hogy vannak benne illusztrációk, és ilyen kisebb, 10-15, valami kicsit több oldalas, kis történetek, novellák. Na igen, nekem ez tetszik. Sajnos ezt még nem sikerült elolvasnom, de már egy picit belekezdtem, viszont nem voltam olyan hangulatban, hogy folytassam, úgyhogy abba hagytam, de ja. Rubaszafatis árnyalatnyi remény. Ez ugye a, szerintem igen, ez a következő Rubaszafatis tengerveszett könnyek. Erről a könyvről láthattok videót a csatornán, hogyha visszakeres, sőt, hogyha rákattantatok, akkor megjelenik szerintem a másik videó. Szóval ezt egy ilyen Rubaszafatis mániás pillanatomban beszereztem ezt a két példányt, és majdnem Rubaszafatisnek a harmadik könyvét is. Csak úgy voltam vele, hogy azzal még egy picit várok, mert rögtön miután befejeztem a tengerveszett könnyeket, el akartam kezdeni az árnyalatnyi reményt, és el is kezdtem, de ez is elég brutális, és ez is az volt, szóval a kettő így túl sok volt egyszerre, úgyhogy ezt le kellett tennem, de majd hamarosan folytatom. Minden esetre az írónő valahol nagyon a kedvencem lett. Egyszerűen imádtam ezt a könyvet. Szaszkó Gabriella, Maradj velem című könyve. Megint csak nem tudok róla semmit mondani, mert azóta se jutottam el sehova, mióta a könyvfesztiválon megvettem. Úgyhogy, ja, ez egy non-fiction történet. Következő, igen, ebből kettő van. Nicola Joy, Minden minden és Everything Everything, ugye ezt a könyvet nagyon szerettem Ollie-ról és Maddie-ről, és muszáj volt megszereznem angolul. Egy, a filmes borító miatt, mert ez nekem nem tetszik. Kettő, mert angolul is el akarom olvasni, hogy tudjak róla minden mindent. Aztán következik Moira Young-tól, ugye? Igen, Moira Young-tól a Blood Red Road. Szép alliterációval, tehát vérvörös út. Ezt a könyvet még tavaly december-november környékén kezdtem el olvasni, de akkor kölcsönbe kaptam, és nem sikerült befejeznem. Most viszont megszereztem, és ha a TBA listámba oda jutok, akkor végre sikerül befejeznem ezt az elég apokalipszisos történetet. Már nem sok van. A következő Monica Pitz, a Keddi nők és a sok zöldség. Ugye ezt is könyvfesztiválon szereztem be, és erről ugye lesz majd videó a csatornán. Következő, Böszörményi Gyula, Leányrablás Budapesten. Az ugye az a regény, amit nagyon el akartam olvasni könyvfesztiválra, hogy dedikálhassam Böszörményi Gyulával, nem sikerült. Még mindig itt járok benne, de nem tudom miért. Pedig lekötött, csak aztán szerintem valami más ragadt a kezembe, ami sokkal izgalmasabb volt, vagy lett, mint ez. De tetszik, szóval én nem értem, hogy miért vagyok ilyen Leányrablás Budapesten. Nem tudom olvasni fázisból, de majd egyszer elolvasom, mert legalább az már megvan, hol járok. A következő Sarah Rector, a Home in Hamu. Ugye ez is ilyen ajándékkönyvfesztiválos könyv. Szintén nem járok vele sehol. És az utolsó három könyv. Ez sikerült. Úgy alakult, hogy volt egy trilógia, ami rögtön miután kiadták, a kezembe került az első könyve, majd a második könyve, és a harmadik részre nagyon várni kellett, hogy a könyvtárba beérkezzen, még most sincs meg. Viszont Mojon egy csaj el akart adni az egész trilógiát, és én így megláttam, és ez nekem kell. Szóval így sikerült megszereznem Mindy Arnett Akkor él trilógiáját. Tehát Rémálom ügy, Rémálom dilemma és Rémálom rejtvény. Rejtvény, igen. És így szerencsére mind a három egyszerre a polcomra került. Nekem ez tetszett a legjobban, de ez is jó volt. Ha szeretnétek, erről csinálok hosszabb videót, mert hogy ez egy trilógia és lehet róla rendesen beszélni,
de egyelőre csak ennyit szeretnék mondani. Ez egy ilyen fiatalabb, young adultabb korosztály, viszont az ötlet, ez a mágikus átdolgozás, ez azért tetszett. Na és akkor eltűnt minden könyv. Minden friss szerzemény a polcomról, innen, amonnan. Úgyhogy végig is ennyi lett volna már ez a bookhaul videó. Hogyha valamelyik könyvet ismeritek, vagy valamikről van véleményetek, nyugodtan írjatok nekem. El tudtok érni Facebookon, Mojon, Instagramon, e-mailen, vagy itt lent a YouTube-on, szóval minden elérhetőség megtalálható a boxban. Én Hiasz voltam, és hamarosan jelentkezek. Addig is vigyázzatok magatokra. Sziasztok!